Jó napot kívánok, és köszöntjük az M4 Sport nézőit Kecskemétről, ahol az előző idény ezüst és bronzérmese csap össze egymással hamarosan. A KTL tehát a Debrecen együttesét fogadja. Eddig 27 győzelem mellett 14 vereség. Szabadrugás, megint Horváth. Aztán gyorsan elvégzik most a szabadrugást a hazaiak. Mayer, óriási sprint, középen ketten. Második hullámban most jön Zeke. Oly, ott a labda. Horváth csele, nagy védés Megyeritől. Lesz mit visszanézni, de még nem múlt el a veszély debreceni szempontból. Síveli át a hosszú oldalra. Kusnyír, egy csel befelé, majd a lövés megpattan. Talán az utolsó lehetősége a csapatoknak jelen állsz, inkább a Debrecennek, hogy gólt szerezzen. Bárány, ha át tudja venni, de még mindig ott a helyzet. És a gól is! Az első félidő ráadásában megszerzi a vezetést a Debrecen. Szécsi Márk találatának köszönhetően. Jó ívben jött a bedobás Kusnyírtól. A csel is megvan. És ilyen az, amikor nem méterekkel fölé vagy mellé megy egy-egy lövés, hanem beakad. Elfektet két játékost és bevarja, bezúdítja a léc alá Szécsi. Ennek a gólnak köszönhetően vezet a szünetben a Debrecen 1-0-ra. Ez egy tökéletes lövés, talán még egy picit meg is pattant. Horváth, gyönyörű kötény Ogyadiránnal szemben. Ez a bokapassz is jó. Mayer ellövi, de csak az oldalhálót találja el. És húzták is a mezét, de egy előnyszabály. Zsuzsák ívelése. Loncsár nem tudja beletenni a fejét, de ott pattog még a labda. Most a lövés fölé. Kecskeméti szabadrugás. Nem rossz a csúsztatás. Leoni. Ez jó csel, be középre, és egyenlít a Kecskemét. A visszatérő Banó Szabó góljával. 4 hónapnyi kiadás után néhány perc elég volt Szabó István fiának, hogy betaláljon. Micsoda comeback! Itt Horváth Krisztofer tette tovább, és Banó Szabó estében belekap valahogy kifejezetten nehéz mozdulat, de megoldja. Hozzáér még ott talán Románcsuk is, de ez Banó Szabó találata. A 91. percben újabb kiszöglet a hazaiaktól, élesen középre, ott a kipattanó Zsótér!